Üdv a színek szerelmeseinek! A nevem Zönke és a Machbar Akadémián ma megmutatjuk, hogyan festhetitek ki a fürdőszobát. Ahhoz, hogy mindezt otthon is el tudjátok végezni, lépésről lépésre bemutatjuk, mire kell odafigyelnetek, és milyen anyagokra, szerszámokra lesz szükségetek. Így most teljes mértékben a videóra koncentrálhattok. Most tehát megmutatjuk, hogyan festette ki a fürdőszobát Denis és Sara. Jó szórakozást hozzá! A fürdőszoba festése 5-ből 3-as nehézségi szintű. A feladatra a száradási időkkel együtt nagyjából 2 napot kell rászánni. Egy segítőtárssal még kellemesebbé tehetitek a festést. Először is terítsetek le takarófilcet, és ragasszátok le a széleket krepp ragasztó szalaggal. A következő lépésben alapozzátok le a falakat, majd kenjétek fel a mennyezet alatti sávokat. Végül jöhet a teljes fürdőszoba kifestése. Aztán következhet a szélek kicsinosítása. Jó szórakozást a fürdőszoba festéséhez! Indításképpen elő kell készíteni az anyagokat és a szerszámokat. Ne felejtsétek el a létrát sem, mert a fürdőszoba csak akkor kaphat új külsőt, ha egészen a mennyezetig átfestjük. A padlóra takarófilcet helyezünk, hogy védjük a kifröccsenő festéktől. A fürdőkádra helyezzetek fóliát, amit rögzítsetek krepp ragasztó szalaggal. Az ablakkeretről távolítsátok el a régi festékmaradékokat és rücskös részeket. Ezután csiszolópapírral simítsuk el a fal egyenetlenségeit, amelyek később a festés során zavaróak lennének. Most pedig jöhet a finom munka. Krepp ragasztó szalaggal lefedünk minden sarkot és élet. A helyes és pontos leragasztás a festési munkák egyik legfontosabb része. Az alapelv rendkívül egyszerű, amit lefedünk, oda nem kerül festék. Ezen kívül a leragasztás biztosítja később az egyenes éleket. A művelethez feltétlenül minőségi krepp ragasztó szalagot használjatok. Ez különböző szélességekben kapható, és biztosítja, hogy később, amikor lehúzza, ne tépje le a festéket is. Ezzel ragasztjuk le az ablakkereteket, a csempeszéleket, és, ami nagyon fontos, a lábazatot is. A lábazatnál hagyjatok 2-3 mm helyet a falig, itt akril tömítővel fogjuk létrehozni a tiszta éleket. A csempékre még fóliát terítünk, hogy semmi se fröccsenjen rájuk, aztán jöhetnek az ablakpárkányok, és készen is vagyunk. Érdemes lecsavarni a konnektorokat is, és ezeket a helyeket is ragasszátok le szalaggal, így ide sem kerül szennyeződés. De ne felejtsétek el előzőleg lekapcsolni az áramot. Szintén fontos és nem alábecsülendő a tisztítás. Egy nagyméretű seprűvel menjetek végig a falakon, mert a csiszolás következtében mindenhová egy kis csiszolópor került, amitől tisztátalanná válna a festék. A lábazatokon is előszeretettel telepednek meg porszemcsék. Itt érdemes porszívóval dolgozni. A fal típusától és jellegétől függően festés előtt különösen fontos a falakat egyszeri lealapozni. Esetünkben gipszvakolattal borított falról van szó, ezért mély alapozót hordunk fel, mert ennek hiány a fal túl sok festéket szívna magába. Ha bizonytalanok vagytok, forduljatok az Obiáruház segítőkész munkatársaihoz. A nagy felületen való szétkenést érdemes meszelővel végezni, amellyel egyszer alaposan be kell kenni a teljes felületet. Az alapozás révén a festék megfelelően meg tud tapadni, és ezáltal biztosítható, hogy az a lehető legtartósabb legyen. Egy jó tanács! Ajánlott normál szobahőmérséklet mellett dolgozni, mert ha kereszthúzat van, illetve ha túl hideg vagy túl meleg van a helyiségben, akkor jelentősebb eltérések lehetnek a színárnyalatokban, és a végeredmény nem lesz olyan szép. Pontosan így a sarkokban is. Itt valamivel kisebb ecsetet használunk, hogy minden pontot jól elérjünk. Aztán hagyjuk száradni az egészet úgy 2 órán keresztül. Pontosan tartsátok be a gyártói utasításokat. Az alapozás megszáradt, így jöhet a következő feladat. Befestjük a szegélyeket. A szegély egy kis fehér sáv a fal felső pereménél, amely javítja az optikai összhatást. Ezt jellemzően ugyanolyan színűre festik, mint a mennyezetet, hogy az nagyobbnak hasson. Régi épületekben egyébként a ferde mennyezetek a szegélyek révén egyenes hatásúvá tehetők. Ehhez először nyissunk ki egy vödör nedves helyiségekhez ajánlott obi festéket. Ezt fürdőszobai és konyhai festéknek is nevezik, és nem csak a nedvességet képes szabályozni, hanem penészgátló hatása is van. Éppen ezért különösen alkalmas fürdőszobák festésére.
A felhordáshoz kisméretű hengert érdemes használni. Nedvesítsétek meg a hengert, és tegyetek egyenletes oldalmozdulatokat. Közben azonban ügyeljetek arra, hogy ha létrát használtok, stabilan álljatok. Ezzel párhuzamosan a segítőtársatok kinyomó pisztoly segítségével akril tömítővel tömítheti a sarkokat. Csapatmunka a javából. Az akril tömítő lezárja az utolsó lyukakat is a sarkokban, így később a ráfestéskor könnyebb dolgotok lesz. És most már nincs más hátra, mint száradni hagyni. Nagyjából egy óra elteltével ragasszátok le a szegélyt kreppragasztó szalaggal. Ezután még egy réteg festék jön a kreppragasztó szalagra. Ez biztosítja, hogy a szalag alatti szegély védve legyen, amikor később a színnel ráfestünk. Most jöhet a döntés, ami sokak számára a legnehezebb, és pedig a szín kiválasztása. Egy jó tanács, az Obinál ilyen kis színkártyákat lehet beszerezni, amelyeket a döntés megkönnyítésére felragaszthattok a falra. Amikor pedig megszületett a döntés, kevertessétek ki a kívánt színt az Obi áruház festékkeverési szolgáltatásának igénybevételével. Esetünkben a választás a menta zöldre esett. A festéket öntsük vödörbe, majd térjünk rá a következő lépésre. Az első réteghez keverjétek össze a festéket körülbelül 10% vízzel, hogy könnyebb legyen azt hengerrel felhordani. De közben feltétlenül tartsátok be a mindenkori gyártó utasításait, és akkor következhet végre az első réteg felkenése. Érdemes az ablaktól a helyiség belseje felé, tehát a fény beesésével párhuzamosan haladni, hogy a felület a lehető legegyenletesebb összhatást keltse. A kis hengerrel a széleknél kezdjük a munkát. Ügyeljetek arra, hogy a mennyezetet ne érjétek el. Ehhez nyugodt kézre van szükség. Ha a szélek elkészültek, vesszük a nagy hengert, és a lehető legegyenletesebben szétterítjük a festéket a falon. Ehhez lehetőleg sávról sávra kell haladni, és nedvessel a nedvesre kell festeni. Így a festék nedves állapotban egyenletesen oszlik szét. Ez tökéletes eredményhez vezet. Itt az ablaknál egyébként jól lehet látni, mennyire fontos volt előzőleg a gondos leragasztás. Így ugyanis a festés sokkal egyszerűbben megy. Ugyanígy kell eljárni a többi falnál is. Először a kis hengerrel a széleket, aztán a naggyal a felületeket. Szára a hengerrel kijavít néhány helyet, Denis pedig újra bekeni az ablaknyílást az ecsettel. Ezután mintegy 2 órán keresztül száradni hagyjuk a festéket. A száradási idő letelte után jöhet a második réteg. Az, hogy ehhez a festéket higítani kell-e vagy sem, az a vödrön olvasható gyártói utasításokból derül ki. A második rétegnél kiemelt figyelmet kell fordítani a szélekre. Mielőtt azonban azokat bekennénk, vigyünk fel egy réteg akril tömítőt az ajtókeretekre, lábazatokra és ablakokra az élek tiszta lezárása érdekében. Ezt követően a kis hengerrel rögtön rá is lehet festeni erre. Itt nem kell száradási idővel számolni. Ezzel párhuzamosan a fal felületet át lehet festeni a hengerrel. Egyebekben ugyanúgy kell eljárni, mint az első rétegnél. Ez a második réteg az optimális színhatás elérésére szolgál. Most pedig következhet a kreppragasztó szalagok lehúzása. Ezeket még a festék teljes megszáradása előtt el kell távolítani. A szalagot ajánlott laposan a falhoz közel lehúzni, mert így a festés széle tiszta marad. És természetesen távolítsátok el a fóliát is a csempészett falrészekről és a fürdőkádról. Az akril technikának köszönhetően az élek szép tiszták lettek. Szárá szivacsal letisztítja a kevés kifröccsent festéket és felszedik a filcet is. És most nincs más hátra, mint büszkének lenni, száradni hagyni és alaposan kipihenni magunkat. Jó szórakozást a festéshez! Fürdőszobánk most már teljes pompájában ragyog. Milyen színt választottatok? Ha további projektjeinkre is kíváncsiak vagytok, iratkozzatok fel a csatornánkra. Soha ne feledjétek, ötlettől a megoldásig az Obival!